Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Egészen elképesztő és összehangolt támadássorozat indult hazánk ellen a tavaszi ülésszakban elfogadott pedofilok elleni fellépésről és gyermekvédelemről szóló törvény miatt. Számtalan, alaptalan híresztelés, politikai vád jelent meg a törvénnyel kapcsolatban, és ezer meg ezer hazugság és rágalom látott napvilágot. A hazai baloldal és brüsszeli szövetségeseik, valamint az LMBTQ propagandát kiszolgáló NGO-k egész sora zúdított ösztűzt Magyarországra. Ezért azért, mert kimondtuk, a magyar gyermekek nevelése, és különösen a szexuális nevelés kizárólag a magyar szülők joga. Innen is ki kell jelentenünk, hogy Magyarország elkötelezett a gyermekvédelem iránt, a gyermekek ügye számunkra a legfontosabb, Brüsszel hiába akarja azt elérni, hogy LMBTQ aktivistákat engedjünk be az óvodákba és az iskolákba, erre mi nem vagyunk hajlandóak. A gyermekvédelmi törvény elleni támadást persze megint jogállamisági köntösbe csomagolták, amikor szempontjaikat elküldték, egyértelműen kiderült, honnan is fúj a szél, mivel harmadgyenge jogi érveléssel próbálták támadni hazánkat. Az Európai Unió saját alapjogi chartájának 14. cikkelye is egyértelműen kimondja, a szülők kizárólagos joga, hogy vallási, világnézeti és pedagógiai meggyőződésüknek megfelelően biztosítsák a gyermekeik oktatását és nevelését. És vajon ki foglalkozik az Európai Parlamentben ezzel az üggyel? Egészen felháborító, hogy egy meleg bosszúpornó miatt jogerősen 2 éves szabadságvesztésre ítélt baloldali képviselőre bízta az Európai Parlament a magyar gyermekvédelmi törvény ügyét. Magyarország mindenki emberi méltóságát tiszteletben tartja, nekünk semmi dolgunk, hogy valaki felnőttként miként éli az életét, ha a jogszabályokat betartja, a gyermekvédelem azonban állami kötelezettség. Itt nem engedhetünk. Az előbbiekből világosan látszik, hogy Brüsszel szerint a szülők gyermekeik nevelésére vonatkozó kizárólagos jogát náluk felülírja az LMBTQ propagandával foglalkozó nemzetközi szervezetek érdeke. Brüsszelnek nyilvánvalóan nem tetszik, hogy mi kiállunk a gyermekeink védelme mellett, és sok nyugati országtól eltérően mi nem vagyunk hajlandóak beengedni a szexuális propagandát az iskolákba. Ezért a szokásos eszközökhöz nyúlnak: zsarolás, fenyegetőzés, eljárások. Mi azonban nem hátrálunk meg. Persze Brüsszel igénybe veszi a magyar szövetségeseit is, hiszen a baloldal ebben az ügyben sem a magyar emberek mellé állt. A baloldal egyik miniszterelnök jelöltje, Fekete Győr András úgy fogalmazott, támogatná, hogy transznemű emberek tartsanak felvilágosító órákat az óvodásoknak és az iskolásoknak. Ez ma a baloldal álláspontja. Az unalomba fulladt balos miniszterelnök jelölti vitában többen is megfogalmazták, hogy azonnal hatályon kívül helyeznék a parlament által elfogadott pedofilok elleni fellépésről szóló és gyermekvédelmi törvényt, ha kormányra kerülnének. Jakab Péter szerint nincs is szükség ilyen törvényre. Lássunk tisztán! Tehát ha önökön baloldali képviselőkön múlna, az óvodákban és iskolákban lehetne a szexualitást öncélúan bemutatni, a nemváltást, a homoszexualitást, vagy épp a pornográfiát hirdetni, propagálni. Szégyen! Azért kellett kiállnunk a gyermekekért, mert önök a brüsszeli szövetségeseikkel együtt egy hálószoba kérdésből gyerekszoba kérdést hajlandóak csinálni. Ezért ebben a kérdésben a végső szó a magyar embereké lesz. Hiába zsarolja Brüsszel Magyarországot a helyreállítási pénzek visszatartásával, ezekben a kérdésekben népszavazás lesz, az ügyben nem Brüsszel, hanem a magyar emberek dönthetnek majd. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nem válaszolni. Parancsoljon! A szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Itt ültünk, amikor elfogadtuk ezt a bizonyos törvényjavaslatot, és valóban ez egy fura helyzet, ahogy akkor sem vállalta fel a baloldal, hogy mellszélességgel kiáll Brüsszel mellett, az Európa Parlament, Európai Unió parlamentje mellett, amely rá akarja kényszeríteni az unió tagállamait arra, hogy az LMBTQ propagandát háborítatlanul lehessen terjeszteni a kiskorúak körében is, akár a közintézményekbe behatolva. Gyakorlatilag látszik az a fajta nyerészkedő álláspontjuk, hogy Karácsony Gergelynél is láthatunk, hogy erről most nem beszélünk, hogy a migrációról, de ugyanez az álláspont látható az ő esetükben ennek a törvénynek a kapcsán is. Mert miről szól a törvény? Kőkeményen egyrészt a pedofil bűncselekményeket sokkal súlyosabban büntetjük, ez egyébként a baloldalnak is egy követelése volt, ennek ellenére nem szavazták meg ezt a törvénycsomagot. A másik része pedig, amit a törvény vitája folyamán is felvetettek, hogy azt értik, hogy szigorúbban büntetjük, de hogy miért nem teszünk azért annak érdekében, hogy
megelőzzük, védjük a gyermekeket akármilyen káros hatással szemben, és akkor született meg a szabályozásnak az a része, amely a kiskorúak védelmét szolgálja, amely kimondta, kizárólag a szülők joga, a szexuális nevelésnek a meghatározása, és semmilyen szervezetnek nincs olyan joga, hogy akár az óvodákba, akár az iskolákba olyan szexuális tartalmakat hirdessen, amelyek nem képezik a tananyagnak a részét, amelyet a szülők nem kértek, és amelyet a szülők beleegyezését korábban nem is kérték ki, hiszen, mint utólag kiderült, ami a vita során még nem is volt köztudott, mindenki arra hivatkozott, hogy minek ilyen szabályozás, hiszen senki nem tud konkrét eseteket, kiderült, hogy két budapesti gimnáziumban is igenis voltak már ilyen akciók, egy budaörsi gimnáziumban pedig éppenséggel egy transzvesztita volt az, aki megjelent, és annélkül, hogy a szülők tudtak volna róla, népszerűsítette azt, hogy ezek milyen kiváló tanok, amelyeket ők hirdetnek. És a másik, ami a legfelháborítóbb, hogy miután megszületett a törvény, amely elég rövid ahhoz egyébként, hogy bárki a venni a fáradtságot elolvasná, megpróbálták úgy feltüntetni, mintha ez a kiskorúak védelméről szóló rész, ez pedofillá minősítette volna az eltérő identitással rendelkező csoportokat. Nem erről van szó, arról van szó, hogy ezek a csoportok abban a formában ne érintkezzenek kiskorúakkal. És hogyha ezt belátnák, és az alapjogok szerint egyébként pedig a szülőknek van ilyen alapjoga, hogy ők határozhatják meg ezt a fajta oktatási területen, hogy a gyerekeik miben részesüljenek, akkor beláthatnák azt is, hogy csoportosan például egy LMBTQ közösségnek, vagy annak egy részének, nincs ilyen alapjoga. Neki egyénként van joga, alapjoga, amit 18 éves nagykorától kezdve gyakorolhat, hogy ő úgy él, és a társadalmon belül, ami egyéb jogszabályokat betartja, ahogy az neki kedve szerint tetszik, és ez a fajta korlátozás nem jelenik meg a törvényben. Tehát minden olyan rágalom, ami egyébként Brüsszel részéről is megnyilvánul, és amelyet valóban érdekes, hogy egy ugye a magyar nyelv azt mondja, hogy kecskére bízták a káposztát, tehát egy olyan bűnelkövetőre bíznak egy ilyen területet, aki gyakorlatilag az előéletében akár bűncselekményt is elkövetett ezen a területen. Hogyan várjuk el tőle, hogy ő objektív vizsgálatot lefolytatva majd megállapítja azt, hogy valóban a jog, az uniós karta, az alaptörvény keretei között ezt mi megtehettük, és amihez kőkeményen is mindvégig ragaszkodni fogunk, hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés, és már megint azon állunk szemben, hogy az Európai Unió parlamentje gyakorlatilag hatásköröket akar elvonni különböző határozatokon, elvásárlásokon keresztül a különböző tagállamoktól, és ami sajnos sajnálatos, hogy Juncker úr óta tudjuk, hogy az Európai Unió bizottsága az egy politikai bizottság, tehát már nem a törvények őre, hanem politikai szerepvállalásra készül, és ez az ügy is igazolja, hogy politikai alapon akarnak dönteni, és szankciókkal sújtani Magyarországot. Elég, ha csak az újjáépítési alapkörű húzavonára gondolunk, amelyet nyíltan összekötöttek ezzel a kérdéssel, és ez azt jelenti, hogy az unió működésével vannak problémák, tehát ha más nem, ez lakmuszpapírként jelzi. Amit összefoglalóan elmondhatunk, hogy ez nemzeti hatáskör, és amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a gyerekeik neveléséről a szülők fognak dönteni. Köszönöm a figyelmet!